Határt kémlelő rendőrök, járőrözés, helikopteres megfigyelés, ellenőrzés, ez mind feladata a határvadászoknak. Csapatuk 30 megyebérivel is bővülhet, hiszen megyénkben is megkezdődött a képzés, 22 férfi és 8 hölgy vesz részt rajta. A kormány még nyáron jelentette be, hogy 3000 fővel erősíti a rendőri állományt, a toborzás pedig szeptember 1-én kezdődött. Országosan 1667-en vesznek részt a képzésben, most az első szakaszban 574-en. Országosan mondhatjuk azt, hogy egyedülálló módon a Magyar Honvédség 86-os számú Szolnok helikopterbázisának segítségével egy katonai objektumban fog végrehajtódni úgymond az egész képzési folyamat, amely ugye április végéig, május elejéig tart. A jelentkezők, akik megfeleltek a feltételeknek, 3 napja megkezdték a képzést, átvették egyenruháikat és alaki foglalkozáson vettek részt. A legtöbben már régóta rendőri pályára készülnek, és azonnal éltek a lehetőséggel. Gyermekkorom óta szeretnék rendőr lenni, és úgy gondolom, hogy a készenléti rendőrség csapaterő, csapatszolgálati, határőrizeti és közterületi munkáit is magas szinten el tudnám végezni. Mindig is gyerekkorom óta vonzott a rendőri pályafutása, a rendőröknek az a sajátos családja, ami kialakul a hivatásra állomány után. Illetve az, hogy próbáljak a saját magam, illetve környezetemben élőknek, családomnak a közbiztonságát javítani, azáltal a munka által, amit esetleg majd későbbiekben rendőrként ugye teljesítek, akár lent a határon, akár hétköznapi életemben. Különösen jó fizikai kondíció, de szellemi tűrés és tolerancia is szükségeltetik ahhoz, hogy valaki sikeresen elvégezze a képzést. Az első 2 hónapban alapvető rendészeti ismereteket sajátítanak el, valamint számos gyakorlati feladatot oldanak meg. Utána 1 hónapon át speciális határvadász képzés következik, majd a tervek szerint májusban munkába is állhatnak a sikeresen vizsgázók.